Az ablaktokot is kiszakította a detonáció a falból, a keret az utcán a földön hevert, a PB gázpalack az épület konyhájában robbant fel, majd ugyanitt keletkezett tűz is. Megégtek, azt mondta, meg van a kékbe. Ez az utcabeli nő végignézte, hogy a mentők ellátták a házban élő özvegy férfit és a 20-as éveiben járó lányát. Ketten laktak az ingatlanban, amihez 2006-ban a már akkor is nehéz anyagi körülmények között élő férfi önkormányzati segítséggel jutott hozzá. Sokan voltak, kettő tűzoltó volt, sokan voltak, rengetegen voltak. És akkor még égett az egész minden, ott túlsófelén a ház, mert hátul elkapta. A lángokat tolnai és szekszádi tűzoltók fékezték meg, ám a ház még a gyors beavatkozás ellenére is lakhatatlanná vált. A ház ablakai kitörtek, a tartófal sérült, ez kidőlt a szomszéd udvara felé, amit a szekszádi hivatásos tűzoltók támasztottak meg. Lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség az eset kapcsán, a ház lakóit ideiglenesen ismerősöknél helyezték el. Hogy a férfi és a lánya mikor költözhetnek vissza az ingatlanba, azt egyelőre nem lehet tudni. Információink szerint már mindkettőjüket kiengedték a kórházból.